akkor muszáj lehetem kezdeni, nem, hogy most már kezdeni. Aztán folytatod, és én maradok a végén. És akkor már én elkezdem, akkor te ismert ezért ezt a szóval? Ja, a lényegét az igen? Nem, az nem, azt kiosztjuk, persze. Jó, persze. Azt meg kell kérdődni, azt kérdődni. Akkor belekezdünk. Kedves vendégek, tisztelt nyilvánosság! Utóbbi időben, amikor valami fontosat szeretnék mondani, akkor komoly gondban vagyunk, hogy az újságírókat köszöntjük, vagy azokat, akik miatt ők itt vannak. Én úgy érzem, most itt nagyon komolyan a társadalom egészéért jöttünk össze, ezért engedjék meg, hogy egyúttal az egész nyilvánosságot köszöntsem, és ebben semmiféle túlzás nincs, hiszen majd megtetszenek látni, a téma pontosan erről szól. Bizonyára mindenki tudja, hogy a kormány komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy az eladósított háztartásokat ebből a helyzetből valamilyen intézkedés sorozattal kimentse. Ennek egyik részéről minden nap hallunk hírt, hiszen folynak azok a bizonyos perek, amelyik a 38. törvény alapján az elmúlt héten elindultak. Ugyanakkor halvány hírek jönnek elő a különböző közleményekben, félmondatokkal vagy elejtett szavakkal, hogy elkészült a kormánynak az a tervezete, amelyik az elszámolást tartalmazza, ezen perek lezárulta után, illetőleg tegnap Varga Mihály úr azt mondta, hogy a devizahitelek forintosítására is sor kerül a, valószínűleg a tavasz folyamán. A kormány emellett egy tájékoztató kampányt harangozott be, hogy ezen a héten elindult egy tájékoztató kampányt, amivel a lakosságot pontos képbe akarja helyezni, hogy a legfontosabb intézkedésekről tisztában legyenek. Mi azért jöttünk most itt össze, hogy bemutassuk, hogy félő, hogy mindez, ami itt most elhangzott, egy félre tájékoztatás. Nem az, amit a szavak értelme alapján gondolok. Miért? Ugyanis a kormánynak kötelessége minden törvénytervezetet nyilvánossá tenni, úgy mondja a törvény szövege, társadalmi egyeztetésre bocsájtani. Tehát ha elkészült az a elszámolási törvénytervezet, mi nagy tisztelettel kérjük, és időnként majd, ha rákényszerülünk, esetleg erősebb szavakkal, követeljük is azt, hogy megismerhessük az elszámolási törvényt, hogy még egyszer ne forduljon elő az, ami most a 38. törvénnyel bekövetkezett, nevezetesen, hogy minden bank, minden jogásza azzal kezdi a tárgyalásnak fellépését, úgyis megtámadjuk az Alkotmánybíróságon, meg az Európai Uniónál. Nem szeretnénk, ha az elszámolási törvénnyel is így történne, majd úgyis megtámadjuk. A jogászok tudják, ha tartalmilag nem tudnak egy témával boldogulni, akkor eljárás oldalról támadják meg. A bankok ügyvédjei most arra készülnek, hogy megtámadják azért ezt a törvényt, amelyikben esetleg pert vesztenek, mert az előkészítése jogellenes volt. A kormány jogellenesen, törvényellenesen terjesztette be az országgyűléshez. És ez bizony alap arra, hogy az Alkotmánybíróságnál fellépjenek az érvényessége tekintetében. Mi ezt nem szeretnénk, hogy az elszámolással is megtörténjen, ezért felhívjuk a figyelmét a nyilvánosságnak, hogy joga van, törvénybe iktatott joga van megismerni az elszámolási törvényt, mielőtt azt az országgyűléshez beterjesztik. Mi több, nem csak hogy joga van megismerni, hanem a kormány köteles beszerezni bárki véleményét. Bárki, ez azt jelenti, a törvényben szó szerint így szerepel, bármely természetes személy véleményt nyilváníthat. Mi több, természetesen nem csak személyek, hanem civil szervezetek is. Mi most ezen civil szervezetek nevében vagyunk itt, és szeretnénk most már érdemben figyelmeztetni a kormányt arra a kötelességére,
amely a 2010. évi 131. törvényben részletesen ki van fejtve. Ez a kötelesség az, hogy a jó állam, jó kormányzás és a közjó érdekében minden országgyűlés elé terjesztendő törvényt először a nyilvánossággal meg kell ismertetni, és a nyilvánosságtól be kell szerezni azokat a véleményeket, amelyet egyáltalán bárki normál körülmények között írásban hajlandó benyújtani az adott szakminisztériumnak, amelyik a törvénytervezetet elkészítette. Kérem szépen, a társadalmi egyeztetés kötelező. Ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Nem elkerülhető. Az minden minisztériumnak a honlapján ott kell legyen fönn a jogalkotási terve, a tervezett törvény, ha már elkészült, annak a tervezeti szövege, a hatásvizsgálat vele kapcsolatban, valamint az indoklás, hogy miért hozza egyáltalán ezt majd az országgyűlés elé, hogy az országgyűlés döntsön róla. Ezt a jogszabály általános egyeztetésnek hívja. Hangsúlyozom, kötelező, megkerülhetetlen. És ha megtetszenek nézni a kormányzat honlapjait, illetőleg a minisztériumok honlapjait, nem található rajta olyan törvény, tervezet, amelyikben ez a törvénybeiktatott folyamat szabályosan végigfutott volna. Nincs precedens, legalábbis én nem találtam, nagyon szépen kérem, önöknek van energiájuk, keressenek olyan precedens, amelyik azt jelenti, hogy a vonatkozó törvény szerint járt el a kormány. Sajnos ilyet nem találtam. A minisztériumok honlapján jelentéktelen rendeleti intézkedések tervezete van fönt, komoly törvényi nincs. Pedig előírás, mármint a szabály szerint kötelező lenne, legalább egy évig ott tartani fönt a honlapon a beszerzett véleményekkel együtt. És a véleményeket nyújtott megnevezésével együtt kell beterjeszteni az országgyűléshez. A véleményekről összefoglaló véleményt kell készítse maga a minisztérium. És így kell, hogy benyújtsa a törvény. Tehát van egy oly sok részletében leszabályozott folyamat, amelyet egyszerűen a magyar kormány, amióta az eszemet tudom, nem tart be. Hiszen az elmúlt ciklusban azt hiszem 849 törvényt alkotott a parlament. 849 törvény esetében kellene megkeresnünk ennek az eljárásnak a nyomait. És nem találjuk. Tehát most, amikor a társadalom akkora nagy problémával néz szembe, mint ez az elszámolás, itt az ideje, hogy számon kérjük a jogszerű törvényalkotást és a társadalom bevonását annak előkészítésébe. Ezzel én úgy gondolom, hogy a kormány elkerülheti azt a hibát, hogy ismét olyan törvény nyújtson be, amelyikről kiderül, hogy miért éppen ezzel vagy azon okból hibás, azaz, ha többször többet lát alapon a szakembereket is bevonják a nem kormány által fizetett minisztériumi szakemberekre gondolok, hanem a szakmai intézményekre. Hiszen a törvény előírja nem csak a civil szervezeteket, a egyes kamarákat, a különböző szakintézményeket. Mind-mind be lehet és be kell vonni, ha akarnak persze, a törvény előkészítésbe folyamatába. Tehát én úgy gondolom, hogy most egy próbatétel előtt állunk, hajlandó-e a kormány megfelelni a saját magára vonatkozó törvénynek, éppen a társadalom nevében és javára, vagy pontosan az történik megint, hogy a társadalomra hivatkozva mindent, ahogy őértük teszünk, csak éppen kérnek vagyunk végighallgatni a miniszter úrtól azt a nyilatkozatot, amit tegnap tett, tulajdonképpen a kormány és a bank érdeke egybeesik. De rólunk adósokról nem volt szó. Hát én úgy gondolom, hogy mi választottuk a kormányt, a törvény kötelezi őket, hogy vonjanak be minket a jogszabály előkészítésbe, tehát itt most ezzel a sajtótájékozatóval annak szeretnénk hangot adni, hogy elég volt, most már részt akarunk venni a szakmai munkában a további hibák elkerülésére. Ennyit szerettem volna most bevezetőként mondani, Endre talán egy kicsit szabadjon így mondani politikusabb módon, és ki tudja ezt fejteni, parancsolat. Köszöntök minden jelenlévőt, és köszönöm a sajtó képviselőinek, hogy
foglalkoznak ezzel a témával, amely több százezer ember közvetlenül, több millió pedig közvetve érint. Szeretném hangsúlyozni, hogy a közös közlemény, amit kiadtunk, állítjuk, nyomatékosan állítjuk, hogy a nyilvános egyeztetés nem lehetőség, hanem törvényben rögzített kötelesség, melynek megszegése alapot ad a készülő új törvény megtámadásához. A Magyar Szociális Fórum elégedetlen azzal az újabb megoldási javaslattal, amellyel a kormány próbálkozik, a nyáron jóváhagyott devizahitel törvénnyel és a készülő új elszámolási törvénnyel. Egyik sem tükrözi a hitelkárosultak jogos elvárását és igazságos elszámolás iránti igényét. Az embereket megkárosították. Nem részben kell kártalanítani őket, hanem teljesen. A kártalanítást nem az államnak kell magára vállalnia a közpénzből, hanem a bankokat kell rákényszeríteni realizálhatjuk. A közpénzből történő kártalanítás ugyanis azt jelenteni, hogy a megkárosított embereket duplán sarcolnák meg. Adófizetőként befizetett pénzükből kártalanítanák őket. A többi adófizető is jogosan tiltakozhatna a közpénzből történő kártalanítás ellen, hiszen nem a társadalom károsította meg őket, hanem a hitelezők. Mi újabban jóváltételről beszélünk. Anyagi és nem anyagi jóváltételt követelünk a megkárosított embereknek és azok hozzátartozóinak, akiket a hitelezők által előidézett állapotok halálba kergettek. Mint önök is tudják, sok ezren vannak ilyenek. Sem az állam, sem a bíróság nem vetette fel az alapkérdést. Mitől hibás ez a termék? Az alapkérdés tisztességes megválaszolása nélkül nem lehet átfogóan, igazságosan megoldani a hitelesek problémáját, sem pedig elhárítani az egyik nagy akadályt a nemzetgazdaság növekedésének útjából. A mi véleményünk szerint az idézőjelben devizahitel attól hibás termék, hogy tartalmilag, lényegileg nem felel meg a kölcsönzés törvényi feltételeinek. Nem devizahitel, hanem annak nevezett csalárd profitszerzési konstrukció. Amíg az állam és a bíróság nem a betegség okát, hanem tüneteit kezeli, nem lesz gyógyulás. A társadalom ezt úgy éli meg, hogy az állam és a bankszféra kiegyezik a háta mögött, a hitelkárosultak száját pedig morzsákkal próbálják betömni. A hitelesek, akiknek az érdekeit a Magyar Szociális Fórum szociális kerekasztal több mint 3 évvel ezelőtt felkarolta, sohasem tagadták, hogy a kölcsön visszajár. Azért harcolnak, hogy annyit kelljen visszafizetniük, amennyit felvettek. A Magyar Nemzeti Bank hivatalos kamaton. Ez erkölcsi alapot nyújt a hitelesek további harcához. De ez az erkölcsösség beleütközik a pénzügyi körök profitgyarapításhoz fűződő ellenérdekeltségébe, melyen a fennálló társadalmi rendszer alapul. Ebben a rendszerben, idézem, az embereknek harcolniuk kell az életért, még az olyan életért is, amely aligha méltó az emberhez. Hiú ábránd jóságot remélni azoktól, akik a gazdasági hatalmat birtokolják, vagy azoktól a mechanizmusoktól, amelyekre az uralkodó gazdasági rend épül. Ez a gazdaság öl. Ferenc pápa szavait idéztem szó szerint az Evangelii Gaudium pásztori buzdításból. A Magyar Szociális Fórum szerint a hitelkárosultak akkor számíthatnak teljes igazságra és jóvátételre, amikor majd nem azok diktálják a törvényt, akik megkárosították őket. A Magyar Szociális Fórum ebben a szellemben fogja összehívni a szociális kerekasztalt,
a hitelkárosokkal foglalkozó következő tanácskozását. Köszönöm szépen, és akkor hát ugye mi most itt részben civil szervezetként és civil szervezetekként, részben adósokként vagyunk jelen, de hát Fóka László, aki eddig sok-sok bank kirakatát ragasztotta be különböző plakátokkal, úgy gondolta, hogy azért stílusában jobban méltó hozzá az, ha egy törvényes követelmény fogalmaz meg itt velünk együtt, és a szervezetét arra buzdítja, hogy a minisztériumoknál, illetve ebben esetben most a Nemzetgazdasági Minisztériumnál lépjen fel, közvetlenül is követelve a társadalmi egyeztetését az elszámolási törvénynek. Ugyanis nem csak általánosságban lehet ezt követelni, vagy ha úgy tetszik, kötelezni a minisztériumot rá, hanem bárki anélkül, hogy a minisztérium közé tette volna a tervezetet, joggal követelheti a minisztériumtól, hogy adják át neki a tervezetet ezen egyeztetés keretében. Mert azzal, hogy a minisztérium nem tesz eleget a törvényben előírt kötelezettségének, attól, ha mi azt tudjuk, akkor erre közvetlenül is figyelmeztethetjük, nem csak a sajton keresztül, és kérhetjük közvetlenül is, hogy járjon így el. Póka László által vezetett civil szervezet erre készül. Szeretettel köszöntöm a cikk megjelent érdeklődőket és a sajtómunkatársait is. Előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy úgy gondolom, hogy minden jog annyit ér, amennyit érvényesíteni tudunk belőle. A törvényalkotásba való beleszólás joga sem kivétel ez alól. Ha nem érvényesítjük ezt a jogot, akkor ezzel nem éltünk. Ha valaki, és ez egy sajnálatos helyzet, ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy a törvényalkotóknak ellenérdekeltsége van ebben. Ők nem nagyon szeretnék, ha a társadalom élne azzal a jogával, hogy beleszóljon az őt közvetlenül érintő törvényekbe. Nincs más lehetőség, mint ezt ki kell vívni. Ők nem szeretnék, hogy beleszóljunk, mi nem szeretnénk, hogy kihagyjanak ebből minket. Ezt megtehetjük így, ahogy István említette, hogy felhívjuk a figyelmét a minisztériumnak arra, hogy nem jól csinálja, és szeretnénk ebben mi beleszólni, és adunk ötleteket. De lehet ez másképp is, amit az elején mondott szintén István, hogy ha nem érünk el ezzel semmit, akkor keményebb hangvételre kapcsolunk. És erre van is példa, és ezt szeretném megmutatni, hiszen egy évvel ezelőtt egy hónapot töltöttünk el a miniszterelnök házánál. Nem adom a házamat mozgalom szervezésében, és jó néhány más szervezet is csatlakozott ehhez. Ott volt egy követelésünk, hogy mivel a miniszterelnök is kimondta, hogy csalás történt, a bankok átverték az embereket, addigra már bíróságok is megállapították, hogy jogilag is aggályosak ezek a szerződések. Mi azt kértük, hogy mindaddig, amíg ez nem derül ki és nincs elszámolás, állítsuk le a végrehajtásokat. Ha megnézzük a legutóbbi devizahiteles törvényt, akkor a végrehajtások gyakorlatilag állnak. Devizahiteles és más hiteles ügyekben is. Tehát egy példa van arra, hogyha a társadalomnak van igénye, van affinitása arra, hogy a törvényekbe beleszóljon, akkor bele tud szólni. Akkor az egy hónap alatt nagyjából 500 ember jelent meg a Cinege úton. És itt elgondolkodhatunk azon, hogy ha naponta 500 ember jelent volna meg, vagy egyszerre 5000 vagy 10000, akkor vajon kellett volna-e várni egy évet arra, hogy leálljanak a végrehajtások? Vajon hány ember életét menthettük volna meg akkor, hogy a társadalom abból a 4 millió károsultból odajön 5000 vagy 10000 ember? Hány ember nem halt volna bele, mert öngyilkos lett, mert nem bírta a nyomást? Hány ember nem kapott volna infarktust? És hány ember nem adta volna át önként vagy erőszak által a végrehajtónak a házát? És ezt én azt gondolom nem csak joga a társadalomnak és az állampolgároknak, hogy beleszóljunk a törvények alakulásába, hanem felelőssége is. Ha már a politikusaink nem felelősök annyira, hogy megkérdezzék a társadalom azon részét, aki károsult, de megkérdezi azt a részét, aki a kifosztó volt, hiszen maga a minisztérium ismerte el, hogy egyeztetnek a bankszövetséggel,
akkor én azt gondolom, hogy a társadalomnak kezébe kell venni az ügyet. Szeptember 17-e is egy ilyen alkalom lesz, amikor kézbe vesszük ezt az ügyet. Egy évfordulós banknevelést fogunk tartani több civil szervezet szervezésében. Az évforduló pedig arról szól, hogy azon a reggelen betörött egy bankirakat az Üllői úton, Bácek Frigyes ellenálló tette ezt meg, és őt még azon a napon lefogták, és 3 nap alatt gyorsított eljárásban elítélték. Holott csak egy jogával élt, szerette volna ő is, hogy leálljanak a végrehajtások. Az előző este pont engem vittek el a rendőrök, egy egész hadseregnyi rendőr szállta meg a házamat, kutattak, elvitték a gyerekeim számítógépét, és engem megbilincseltek a garázsomba a családom szeme láttára, holott csak kilátásba helyeztem, hogy törvényes jogomra fel szeretném hívni a figyelmet. És ezért ez jár. Mindez történt az ország első számú uzsorásának a parancsára, mert a kormány velük egyeztet. Velünk nem, minket nem kérdeznek, de a társadalmi nyomás, mert ez ugye nem rendült meg ettől a két rendőrségi fellépéstől, tovább folytatódott. Számtalan civil szervezet és nagyon sok ellenálló tovább folytatta ezt a harcot, ahogy István is mondta. Felléptünk a bankoknál, különböző demonstrációk voltak a minisztériumnál, a parlamentnél, és ma állnak a végrehajtások. És mi azt mondjuk mindenkinek, hogy igen, álljanak ki a jogaikért, ha ezt nem biztosítja a kormány, akkor vívjuk ki magunknak ezt a jogunkat, és mindenkit arra bíztatunk ezen kívül, amíg el nem számoltunk, addig éljen egy nagyon egyszerű jogával. Hagyja abba a teljesítést a bankoknak. Higgyük el, nem kell megvárni a karácsonyt a megoldásért. Ha minden ember abba hagyja a fizetést, akkor szenteste mindenkinek megszűnik a devizahiteles tartozása, addigra egész biztos, hogy a bankok térden állva fognak könyörögni, hogy oldjuk meg a dolgot, és még a kormány sem fog hozzá kelleni. Köszönöm. Ezek után gondolom, hogy a minden lényeges elhangzott részletek természetesen még bőven vannak, de szeretnék akkor kérdéseket hallani, ha van. Bocsánat, egyen hátrába, mert egyszer kérdezni, igen. Én a hiteles mozgalom nevében szeretnék egy pár szót szólni a valóságot. De nem lehetne, hogy esetleg inkább, hadd kérdezzenek a kedves vendégeink újságért, csak utána szóljunk majd, jó? Inkább tessék, parancsoljon. Jó napot kívánok, hogy Szabolcsi Imre vagyok a Hír Televízió híradójától, és több dolgot is szeretnék kérdezni. Az egyik az az, hogy ugye két törvényről beszélünk. Az egyik törvény már hatályos, a másik törvényről tudjuk, hogy készül, de egyelőre a szövegét nem ismerjük. Önök egyeztetést követelnek, de kijelentették már azt is, hogy elégedetlenek ezzel a készülő törvénnyel is. Mi az, amivel elégedetlenek konkrétan? Mire figyelmeztetnék előre a törvényalkotókat, milyen elszámolást tartanának korrektnek, illetve egy reakciót szeretnék kérni, hiszen most hallottunk talán először olyan összeget, hogy 3 milliárd eurónak megfelelő elszámolás fog bekövetkezni, ezt Varga-Mihályról hallottuk tegnap. Hogy erről az összegről mi a véleményük, mi az álláspontjuk, amik végeztek már számításokat, hogy egy-egy devizahitelesnek mi lenne a korrekt, illetve ez az összeg, amit megnevezett a miniszter, ez pontosan hogyan értékeli. Illetve Puka úrtól is szeretném kérdezni, hogy ugye ő felszólította a devizahiteleseket, hogy az elszámolásuk adják abba a teljesítést a bankoknak. Miért nem tették meg korábban ezt a felszólítást? Hogy lehetett volna jobban aktivizálni a devizahiteleseket? Azt mondta, hogy 4 millióan vannak, és hogy többen is oda mehettek volna a tiltakozó akciókra. Vajon miért nem aktivizálták őket jobban, vagy miért nem lehetett? Jó, akkor menjünk talán, most nem lehetően a kérdés sorrendjébe, csak egy egyszerűen összeg. Bizonyára tetszenek észlelni, hogy politikai szintről kerek számok érkeznek, amivel jó lehet az emberek gondolatait motiválni. Mondunk egy nagy számot, és ezzel hangulatot tudunk kelteni. 3 milliárd euró, az úgy tűnik, hogy összességében mennyi, 900 és 1000 milliárd forint közötti összeg. Na de hát eddig is erről volt szó, hogy az árfolyamrésen és a kamat különbözeten elgondolkodva, maguk a bankok is körülbelül ugyanennyi számot mondtak. Ez nem egy nagy szám, ez az a
ha úgy tetszik, most euróban kifejezett szám, ami eddig forintban hangzott el. De ez egyébként egyáltalán nem nagy szám. Szóval az, hogy 3 milliárd euró egy természetesen kis ember számára valamilyen óriási összeget jelent, és ez a hangulatkeltés benne. Tessenek megnézni, én minden média szakember számára melegen ajánlom. Nézze meg a Nemzeti Bank honlapját. Azon ott van a teljes kimutatása az ilyen kölcsönök pillanatnyi állapotának negyedéventi bontásban. Mennyi az, amit fizetnek, mennyi az, amit 90 napja nem fizetnek, amit 180 napja, vagy egy éven túl nem fizetnek. Ott van konkrétan a tőkeösszeg is, tehát a rosszul és jól teljesítők állománya mind nagyon részletesen. Lakás célú, szabad felhasználása, autóhitel, forinthitel, devizában számolt, stb. Nagyon szép statisztika van a Nemzeti Bank honlapján. Ha megtetszenek nézni, abban benne van, hogy nem 3 milliárd euróval csapták be az embereket, hanem annak a többszörösével. Tehát gyakorlatilag azt kell nézni, ami tény, a Nemzeti Bank számai tényszámoknak tekinthetők, és abból kimutatható, hogy mennyi az, amit az emberektől elvesz egy elszámolás, ha az olyan. Vagy nem veszel egy elszámolás, ha az olyan, de nem tudjuk, hogy milyen. Mert nem bocsátották elénk egyeztetésre. Mi nem mondunk minősítést, hogy az jó vagy rossz, hiszen nem tudjuk, hogy miről beszélünk. De kötelességünk lenne tudni, és kötelességünk lenne véleményt nyilvánítani. Mekkora összeget tartanának korrektnek? Ezt nem, még egyszer, nem szeretnék hangulatot kelteni számunkkal. A tények makacs dolgok. Pénz az az egyetlen olyan instrumentum, amit szabatosan el lehet számolni. Következésképp a statisztika rendelkezésre áll, a statisztikából ez kimutatható, egyet azonban számításba kell venni értelemszerűen, a számot roppantul befolyásolja, milyen időintervallumban megyünk vissza. Hát hiszen, hogyha a megkárosítást, ugye kártalanítást is számba veszünk, akkor a kezdetektől fogva kell számolni, akkor már azokat is, amit már lezárultak, azokat is elő kell venni. Tehát egy sor olyan tényező van, mit veszünk számításba. Ez fogja meghatározni az összeget. És mi azt szeretnénk, hogy amit számításba veszünk, az mind kivétel nélkül jogszerű legyen. Tetszik érteni? Tehát nem azt akarjuk, hogy mi most aztán valamilyen bosszúból nyomást gyakoroljunk a bankokra. Nem. Ne maradjon ki jogszerűtlen követelés, csak azért, mert azok a szakemberek, akik a bankszövetséggel együttműködve, összebútorozva dolgoznak, valamit kifelejtenek. Így az elszámolás rendben van? Köszönöm. Kérdezte, hogy mivel nem értünk egyet. Hát, és mire figyelmeztetnék előre a törvényalkotókat? Hát azt mondom, hogy közös közlet. Kérdez, most volt. Köszönöm. Nem tudom, hogy megkapták a kollégák a közös közleményt, mert természetesen készültünk, úgyhogy célhoztjuk. De ebben benne van, hogy mi a problémák. Mindenek előtt az, hogy nem egyeztetnek velünk. Vagy ha egyeztetnek, proforma, hogy úgy mondjam, virtuálisan, virtus szóval élve, akkor többnyire olyan szervezetekkel egyeztetnek, amelyek, hogy úgy mondjam, a kályok közelében vannak. Hogy úgy mondjam, a hatalmasok boldogvarához tartoznak. Békemenet, szöf, hasonló. Ahol a bólogató János szerep magától értetődő, a kritika kevésbé. Ha netán megfogalmazódnék, nem a valós elvárások talaján jut kifejeződésre, hanem inkább azért, hogy igazolják magukat a társadalom előtt proforma. Itt lényegi dolgokról van szó. István említette, hogy nagy összegekről van szó. Én sem akarok belemenni számoknak a megjegyzésébe és megjelölésébe, mert nem ez most a lényeg, hanem az a lényeg, hogy eljussunk odáig, hogy ez a kérdés egyáltalán felmerüljön. Mert nem merül fel. Arról van szó, hogy azok a törvények, amelyeket ismerünk az utóbbi időkből, a devizahiteltörvény,
törvény. És a készülő elszámolási törvénnyel kapcsolatos információink most arra utalnak, hogy itt szó sincs semmiféle kárpótlásról és jóvátételről. Abból indulnak ki, hogy ez a konstrukció devizahitel. Ezt egyébként a kúria is megerősítette a legutóbbi határozatát. Mi pedig ezt kétségbe vonjuk. Ez egy alapkérdés, amin az egésznek a megoldása múlik. Mert hogyha elfogadom annak, aminek mondják, akkor más jogok és más számok következnek belőle, mint abból, hogyha nem fogadjuk el. És teljes jóvátételt követelünk az embereknek, akiket átvertek és becsuktak egy profitorientált spekulációval. Ez itt a fő gond. Tessék? Úgyhogy ez a válaszom arra, amit kérdezett. Hozzátartozik a képhez az is, hogy semmiféle hivatalos szöveget, vagy egyáltalán az elvek puszta megjelölését, vagy pontokba szedett jelzését nem kaptuk meg tőlük. Tehát olyan szervezetek, amelyek itt évek óta kiteszik a lelküket azért, hogy az embereken segítsenek, szakembereket vonultatnak fel, hitelszakértőket, pénzügyi szakembereket és jogászokat, mint hogy a szociális kerekasztal Róna Pétertől kezdve ügyvédeken és hitelszakértőken keresztül három éve teszi, több mint három éve, nem jutnak hozzá azokhoz a hivatalos szövegekhez, amelyeknek alapján elkezdhetnének dolgozni, és visszacsatolnák a saját véleményüket egy most formálódó törvény előkészítéséhez. Itt jön be az, amiért itt vagyunk, hogy ez törvénysértő és alkotmány ellenes. Nincs társadalmi egyeztetés, a társadalmi egyeztetés az a bankokkal van. Ez egy abszurdum. Senki nem kérdi meg azoknak az embereknek a véleményét, akiket megkárosítottak, hogy ők hogyan képzelik el a kártalanításokat. Szeretném itt azt még hozzátenni a tisztesség kedvéért, hogy mit érezhették. Nem mindenben értünk egyet magunk között sem. Ez azonban a közös állásfoglalásunkat nem érinti, az abban egyet értünk. Mi abból indulunk ki, hogy a hitel megkárosítottak, a hitelkárosultak fizetni akarnak. Nem abból, hogy ne fizessenek. A kölcsön visszajár. Ez számunkra egy olyan erkölcsi alap, amelyre hivatkozva lehet harcolni. Mert a pénzt felvették. Most függetlenül attól, hogy deviza kölcsön, vagy nem deviza kölcsön. Felvették. Tehát ez visszajár. Csak nem mindegy, hogy milyen feltételre jár vissza. És itt kezdődik a probléma gyökere, és itt kezdődik az a tisztességes megközelítés, amit a Magyar Szociális Fórum nevében előadtam. Bizonyára tetszene tudni, hogy a fogyasztóvédelem, a pénzügyi fogyasztóvédelem a Nemzeti Bank hatáskörébe került. Tehát a Nemzeti Bank, amelyik egyúttal a bankrendszert felügyeli, a másik oldalról a fogyasztó érdekét is képviseli. Ez egy bizonyos értelemben bennem nem teljesen tiszta logikai képet rajzol fel, és hogy ez mennyire talán nem is egy vélelem, arra éppen tegnap volt egy esemény, ami példát mutat, ugyanis a Nemzeti Bank elhatározta, hogy együttműködés szervez a civil szervezetekkel. Na most ezekben az ügyekben, mint tudjuk, civil szervezetek részben itt vannak, és hát tudjuk, hogy kik voltak azok, akik az elmúlt években oly sokat tettek. Egyikükkel sem találkoztam úgy, hogy vagy hallottam róla, hogy a Nemzeti Bank megkereste volna, vagy a kapcsolatban lenne a Nemzeti Bankkal. Mégis 21 civil szervezettel egyeztetett a Nemzeti Bank ezekben az ügyekben. 29 fővel. És a Nemzeti Bank ezt közé tette, de azt nem, hogy melyik az a 21 civil szervezet. Tehát már folyik egy egyeztetés a Nemzeti Bank és valamilyen civil szervezetek között,
Csak azok, akik az elmúlt években a perekbe sorra sikert értek el, és tudták bizonyítani igazukat, azok minthogyha ebből most megint valamilyen okból kimaradnának. Miért? Szóval nem szeretnénk áll megoldásokat látni, mert az nagyon rosszat tesz a kormány tekintélyének. És mérgesíti az embereket. Szeretnénk látni, kikkel akar a Nemzeti Bank ezek után együttműködni, ezen kérdéseknek a tisztázásában. Akkor volt ugye a... Köszönöm, tehát ugye volt két kérdés, az egyik, hogy hogy lehetünk elégedetlenek a törvénnyel, amikor még nem is ismerjük ugye az elszámolási törvényt. Én pedig visszakérdezek, hogyan lehetnénk vele elégedettek, amikor az elszámolásnak, az elszámolási törvénynek és mindenféle számok kimondásának az alapja a jelenleg folyó perek. Ezek a perek még nem zárultak le, jó esetben év végére fognak lezárulni, és amíg ezeknek a pereknek nem ismerjük a kimenetét, hogy a fenébe tudnánk számolni. Ezen kívül a kúria jelezte, hogy több kérdésben vizsgálódik még devizahiteles ügyben, amire év végére várható válasz. Hogyan tudnánk elszámolni, amíg a kúria még lehet, hogy az egészet romba tönti, illetve ugye ott van az árfolyam kockázat kérdése, amit a legutóbbi kúria döntés kapcsán a kúria is nyitva hagyta a kérdést, hogy bizonyos esetekben az árfolyam kockázat áthárítása is vizsgálható, és ezek sem lettek még letisztázva. Tehát ezért nem lehetünk elégedettek a törvénnyel, ha meg nem lehetünk elégedettek, akkor nyilván elégedetlenek vagyunk vele. A másik kérdés az aktivizálás volt, hogy vajon eddig miért nem szólítottuk fel az embereket, hogy hagyják abba a fizetést, ameddig el nem számolunk, eddig is ezt tettük. Amióta ezzel foglalkozunk, erre szólítjuk fel az embereket, hogy kényszerítsük ki, ha a bankok maguktól nem adják, nem hajlandók tárgyalni, a kormány nem teremt olyan légkört, hogy tárgyalni tudjunk a bankokkal, a pereket nem bírják el a bíróság, ha mindenki elmenne perekre, már ettől a 10.000 pertől is összeroppantak a bíróságok, hát akkor gyakorlatilag az elszámolást ki is tudjuk kényszeríteni a bankoknál, mindig is ezt mondtunk. Ebben egy kérdés, hogy vajon ezt a média leadta-e? Önmagában ugye az itt jelenlévő médiák több helyen jelen voltak, ahol mi megmozdultunk, de vajon elhangzott-e a médiában, hogy mi ezt javasoljuk, hogy kényszerítsük ki a bankoknál a megegyezést. Én nem nagyon emlékszem erre, helyette mindenféle másról beszéltünk, arról, hogy majd oldjuk meg, majd szépen elsimítja a kormány, stb. Stb. A másik az aktivizálás hiányában, ugye voltunk is a különböző médiáknál egy demonstráción, a másik pedig az anyagi lehetőségek. Nyilván a kifosztott társadalomnak nincs akkora anyagi lehetősége, hogy hatalmas reklámokat és hirdetéseket tudjon csapni, marad az, hogy egymás között terjesztjük ezt a hírt, és embereket mozgósítunk, ez pedig viszonylag lassan megy, ahogy látjuk. Illetve van egy hatalmas erő, aminek van pénze, van médiája, aki ebben ellenérdekelt. És ezek ugye nyilván tudjuk, hogy a bankok és akik mögöttük állnak, ők mindent megtesznek azért, kisebb-nagyobb sikerrel, hogy azokat, akik aktívak és valóban kimondják az igazságot, és hatásosan próbálják az embereket rávenni arra, hogy nyomást gyakoroljanak, őket megpróbálják ellehetetleníteni, nevetséges tenni, adott esetben pedig bebörtönözni. Én azt hiszem, összefoglalom, annyit szeretnék mondani. Jogtalanságból jog nem fogad. Jogtalanul nem lehet törvényt alkotni. Megtörtént már több esetben, most ne történjen meg. Legyen jogos a törvényalkotás, és akkor az emberek társadalmi hangja beépül a törvény előkészítésbe, és akkor az országgyűlési képviselők is úgy nyomják meg a gombot, hogy tudják, hogy mi volt erről a társadalom véleménye. Nem szeretnénk, hogy olvasatlanul, megint olvasatlanul, és már megint olvasatlanul nyomják csak a gombot pártelkötelezettségből adódóan. És nagyon nem szeretnénk még valamit, hogyha a társadalom ilyen alapvető kérdése pártvitává süllyedne. És akkor már csak azért nem fogadom el a másik véleményét, mert nem az én csapatomból hangzott el. Ha már csak a parlamentben folyik a vita, akkor a legnagyobb igazság is
elvesz, csak azért, mert X vagy Y mondta. Hozzuk ki ezt a parlamentből a törvény előkészítéshez úgy, ahogy azt a törvény előírja, pársemlegesen, szakmai alapon, társadalom érdekében, és akkor egy nyugodtabb ősz és egy nyugodtabb tavasz elé részünk. Ha nem ezt tesszük, ez az ország nyugtalan állapotba kerül. Köszönöm a figyelmet. És ha van még kérdés? Nem kérdezni akartam, hogy igen, ott. Mégis pontosítani szeretnék a DEJU mozgalomnak a diákok emberi jogai kérvényesítésére pártoló mozgalmára vagyok, mivel kiskorúak azok, akik ezt a létrehívták ezt a mozgalmat, és a Póka Lászlónak a végrehajtások nem állnak a saját életem a példára. Itt van a fizetési jegyzéken, amiben továbbra is ott van a letiltás. Egy 8 gyermekes családban vagyok, még ezt hozzáteszem, hogy lássuk, hogy körülbelül mi van. Tehát egyáltalán nem állnak a végrehajtások. Én is tudok egy példát mondani, jó. Tulajdonképpen, ha már érdemi nincsen, vagy van? Hát én sérelmesnek tartok, hogy azokat az ügyvédeket jelölik ki a terekben, akiknek ehhez eddig hozzá se szóltak. Viszont azok az ügyvédek, akik ezt a harcos utat kitaposták, azokat mellőzték. És arról nem beszél, hogy akiket kijelöltek, valami horribilis összegekére teszik ezt. És a többségük eddig bankot védett. Így van. És a másik oldalon áll. Azt még egyet szeretnék hozzátenni, hogy ne felejtsük el, hogy ezek a bankok pénze, ezek virtuális pénzek. Míg az emberek pénzei, ezek valóságos és kintesen meg keresek pénzek. Jó, bocsánat, akkor még annyit, hogy oda tudom adni a törvény kivonatát úgy, hogy olvashatod, hogy mi mindenre köteles a kormány a törvény benyújtásának, akinek nincs, annak tudok adni. Igen? Én még azt szeretném hozzátenni ehhez, hogy a Hiteles Mozgalommal Szabó Józseffel együtt bejelentkeztünk a törvényalkotási, amit tavasszal, illetve mielőtt megalkották, illetve meghozták volna ezeket a törvényeket, kértük a lehetőséget, hogy részt vegyünk. Igen. Kerek Perec elutasított a törvényalkotási ülés, vagy közigazgatási és igazsági minisztérium? Igen, teljesen el, hogy hívják, voltak határolottak, és közölték, hogy sajnos nem vehetünk részt. Jó, tehát ennyi az, ami a parlament részéről, illetve a jogalkotó részéről teljesített. Ez a kormány részéről nyilvánvaló. Sajnos így van, nem csak mulasztás van, adott esetben ezek szerint megtagadás is. Magánérdeklődőként, érintettként is kérdezhetek? Aha, nem tartjuk fel a jelenlévőket. Tessék! Amit nem értek, ahhoz, hogy a megfelelő válaszokat megkapjuk, a megfelelő kérdéseket föl kell tenni. A lényeges, fontos, mondjuk csak a példakedvére gondolkodás miatt, ha fölteszünk 20 kérdést, és a különböző szervezetek egyének érintettség okán, akik szerveződtek, ha a 20 kérdésből 15-re ugyanaz a válasz, hiszen az élethelyzet, az életkörülmény és a szükségletek ezt adják, hogy a kérdésekre a nagy többség túlnyomó részt ugyanazokat a válaszokat adja, tehát a szükségletek mentén, akkor vajon mi a fészkes fene oka van annak itt nálunk Magyarországon, hogy az eszközben, amivel utat el tudjuk érni esetleg, el tudjuk érni a célt, ha 2-3 kérdésben nem pontosan ugyanúgy látjuk a dolgot, azonnal szétválunk, pártot alapítunk, másképp képzeljük el, és önmagunkat ugyanúgy szeleteljük fel, ahogy a hatalom is felszeletel bennünket, tehát garantáljuk magunknak azt, hogy ne érjük el a sikert. Ezt valaki a Facebookon úgy fogalmazta meg, hogy önként megyünk az akasztófára. Vajon mi az oka, hogy lehetne ezt kivédeni? Úgy gondolom egy fokozottabb média, egy saját média létrehozásával, nem a hagyományos értelemben vett média, vagy kommunikációval, a tudatszint emelésével. Én a lényeglátás hiányában
gondolom. Az emberek felszínesen látják a problémákat, és a felszínen kezdenek el egymással vitatkozni a különbözőségek folytán. Ugyanakkor például most itt egy elég lényeges kérdésről volt szó, ebben azt hiszem pártsemlegesen teljesen mindenki egyet tud érteni, törvényesség és a társadalom bevonása. Most ebben nagyon nehéz lenne komoly vitát kezdeni különböző szervezetek, ezt mi nem akarjuk. Ezt gondolom mindenki akarja. Tehát ezekre kell fókuszálni, a lényegre, és akkor kevésbé van vita. Köszönöm. Vannak a dolgokat a bankok részéről. Már is azt tapasztaljuk, ugye, hogy egy csomó bank a tisztességtelen feltételekkel szembeni fellépése közepette pernyelt. Vagy legalábbis néhány. És a bíróság kimondja, hogy részben tisztességes. Számomra, mint egyszerű paraszti ésszel gondolkodó ember számára nehezen követhető, hogy mit jelent részben tisztességesnek lenni. Valahogy bennem azt a képzetet ébreszti, mint hogyha valaki azt állítaná egy emberről, hogy részben szűz. El kell dönteni, hogy akkor most mi van. Mert ilyen kategóriákban nehéz eligazodni. Szóval vannak dolgok, amelyeket nem lehet árnyalni, hanem vagy ez, vagy az. Itt köszön vissza az a kérdés, amit ugye kimondottam, vagy kimondatlanul, mind a hárman megfogalmazunk, vagy éreztetünk, hogy itt egy alapvető kérdés nyitott, és az Istennek sem akarják megválaszolni. Mert ez már rendszertérítő kérdés. És ha kimondják, hogy tisztességtelen ez a rendszer, akkor ennek következményei vannak. Hát innen már egy másik sajtóértekezlet témája kezdődik, úgyhogy itt fejezem be, csak mint kiegészítő reflexiót szeretem volna ezt megosztani. Köszönjük szépen! Gondolom, hogy akkor ezzel... Mi kimondottan a sajtónak, ha már ezt a megtiszteltetést megkaptuk, hogy itt vannak. Akkor fordítsuk meg, hogy te mondd meg, hogy ne tartsuk fel őket, hogyha mondja. Jó. Ez már egyelőre nem megy a kamerát. Nem szeretnék, ha ez a pár mondat a levegőbe menne el. Engedjék meg akkor, hogy köszöntsem a sajtót, mint utcai harcos. Nagyon sok helyen találkoztunk rá. Sokszor nem értettünk egyet, de úgy gondolom, hogy most már a sajtó látószögén is tágul. Az előbb elhangzott egy kérdés, hogy miért nem tudunk több embert megszólítani, és miért nem tudjuk szélesebb elitével kiterjeszteni azt az igényt, hogy ne fizessenek mindaddig az emberek a bankjaiknak, ameddig ezek a dolgok törvényileg nem rendeződnek. Egyszerű a válasz. Nagyon sok helyen sokszor nyilatkoztunk. Sokszor le is mentek az anyagok a televízióban, csak nem abban a szövegkörnyezetben, ahogy azt mi elmondtuk. Tehát itt a válasz, hogy maga a valós tájékoztatás mindig félesik. Elbeszélünk egymás mellett. Most arra kérem a tisztelt sajtót, hogy ne beszéljünk el egymás mellett. Nyíltan, egy-két percben mondják be a televízióba, hogy a civil érdekvédő szervezetek vezetői és a velük együttműködő szakemberek azt kérik a hitelkárosultaktól, hogy mindaddig ne fizessenek a bankjaiknak, ameddig törvényi úton nem rendeződik az ő problémájuk, hiszen már ki van mondva, hogy ezek a szerződések semmisek, érvénytelenek, tisztességtelenek. Ennek jobb következménye mindenképpen az lesz, hogy akik ezeket a szerződéseket életbe hozták és életbe tartották, felelősségre kell őket vonni. Tiszta beszéd. Azért, mert az egymás mellett való elbeszélés és kenés, hogy ezek az emberek megmeneküljenek a jól megérdemelt börtönbüntetéstől. Ha ezt így leadják, akkor megtették a mai kötelezettségüket. Köszönöm szépen! István, ez így nagyon jól hangzik, de azért azt hiszem, annyi pontosítást engedjünk meg magunknak, megint csak a tisztesség és a precizitás jegyében,
hogy nem az egész szerződés tisztességtelenségét mondták ki, hanem egyes elemeit. Tehát tulajdonképpen a szerződés részelemeiben tisztességtelen. Egyet azonban viszont, ha már szóba került, hozzá kell tennem, és ez viszont már teljesen tényszerű lesz, amit hozzáteszek, hogy a hitelintézetekre vonatkozó törvény szerint ott, ahol az árfolyamrést nem építették be abba a bizonyos kacikántos THM-be, azoknál az egész szerződésem is. És miután szinte egyikben sem építették be, tehát ezen az alapon minden szerződésem is. Nem tisztességtelen, semmis. Érvénytelen. Na most ezért jött ez az új törvény, hogy ne kelljen ezt a kérdést a bíróságoknak megítélni. Ezért függesztették fel a bírói eljárásokat, mert akkor egyszer csak elindul a hólabda, és minden szerződést újra kell tárgyalni. Tehát ami most történt a 38. törvénnyel, ki kell mondani nagy nyilvánosság előtt. Ez bankmentő törvény volt, nem adósmentő törvény. Követeljük a civil szervezetek bevonását is a törvényalkotásban. Hát ez erről volt szó. Tudom mondani, az összes civil, itt jelenlevő civil szervezetek vezetőjével. Még akartál valamit mondani? Igen. Üdvözölve mindenkit, csak annyit a kollégének kérdezte, hogy hol a devizza? Egyetlen egyik bank úgymond nevében tudok válaszolni, hogy az AXA banknak van 30 ezer szerződése minimum, de devizaszámlája nincs a banknak. Innentől kezdve miről beszélünk? Egy csalásról az AXA bank viszonylatában minimum. Kettő, meg kéne nézni, hogy a deviza, a úgynevezett deviza hiteleket folyósító bankok, takarékok, hitelintézetek közül kinek nincsen egyáltalán deviza számlája? Mert biztos, hogy többet is találunk, nem csak az AXA-t. Ezt az MNB gondolom én két sorral le tudja intézni, ha akarja, hogy ki adott ki deviza hitelt, és kinek van egyáltalán de olyan számlája, hogy deviza számla. Hogy vélelmezhessük, hogy valamit jót is akar, vagy nem is tudom. Köszönöm. Én csak bármelyik civil szervezetet biztatom arra, hogy forduljon a Nemzeti Bankhoz, mint bankfelügyelethez, az AXA Bank ügyében, és tegye fel azt a kérdést, van-e ennek a banknak működési engedélye Magyarországon? Az van. Nincs. Nincs. AXA Banknak nincsen működési engedélye. A fiók tere. Nem. Fióknak nincs. Ezt is utolsó szeretnék meg. Tehát magyarul, ezek az alapvető jogsértések valahol elsikadnak, de mi már nem ezeket akarjuk számon kérni. Mi az alapvető dolgokat akarjuk. Indulásban az egész, tehát érted, ez már elszámolást is érint egyúttal. Jó, hát... A nulláról indítja a történetet az AXA-sal. Ez ugye nem, bizonyos ebben rám tartozik átételesen, amiről eddig beszéltük, az közvetlenül. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!